21. fejezet, a kutató expedíció. Amikor virradatkor a nap letekintett a franciák kis táborára, nagyon szomorú és kedveszegett kis csapatot pillantott meg. Mihelyt annyira kivilágosodott, hogy a környék jól láthatóvá vált, Charpentier hadnagy csoportokba embereket küldött ki különböző irányokba, hogy keressék meg az ösvényt. 10 perc múlva rábukkantak, és az expedíció már is igyekezett vissza a tengerpart felé. Lassan haladtak, magukkal vitték hadtársuk holttestét, és jó néhányan voltak olyanok a sebesültek között, akiket támogatni kellett. Charpentier elhatározta, hogy visszatér a táborba erősítésért. Aztán megkísérli felkutatni a benszülötteket és kiszabadítani Darnót. Késő délután volt már, amikor a kimerült emberek megérkeztek a tengerparti tisztásra. Kettejük számára a visszatérés akkora boldogságot jelentett, hogy egy pillanat alatt megfeledkeztek minden szenvedésükről és fájdalmukról. Amikor a kis csapat kibukkant a dzsungelből, az első ember, aki Porter professzor és Cecil Clayton megpillantott, a kunyhó ajtajánál áldogáló Jane volt. A lány boldog és megkönnyebbült kiáltással rohant üdvözlésükre. Apja nyaka köré fonta karját és könnyekbe tört ki. Porter professzor vitézül küzdött, hogy úrrá legyen érzelmein. A hatalmas idegfeszültség és megcsappant életereje következtében azonban elbukott. Végül öreg arcát a lány vállára hajtva hangtalanul zokogni kezdett, mint egy fáradt gyermek. Jane elvezette a kunyhóba. A franciák pedig a part felé folytatták útjukat, ahonnan társaik közül jó néhányan el is indultak fogadásukra. Hogy apa és lánya háborítatlanul magára maradhasson, Clayton csatlakozott a tengerészekhez. Ott is maradt mindaddig, mi csónakjuk el nem indult a cirkáló felé, ahová Charpentier hadnagy azért igyekezett, hogy jelentse a vállalkozás szerencsétlen kimenetelét. Clayton ekkor megfordult és lassan a kunyhó felé indult. Boldogság töltötte el a szívét. A nő, akit szeretett, ismét biztonságban volt. Azt találgatta magába, hogy miféle csoda révén sikerült megmenekülnie. Szinte el sem merte hinni, hogy valóban élve látja. Amint a kunyhó felé közeledett, észrevette, hogy Jane éppen jön ki. Claytont megpillantva a lány sietve elébe indult. – Jane! – kiáltotta a férfi. – Lám, Isten mégiscsak kedves hozzánk! Mesélj el, hogyan menekült meg! A gondviselés miképpen őrizte meg sértetlenül számunkra! Soha azelőtt nem szólította a lányt a keresztnevén. 24 órával korábban még a boldogság forró hulláma öntötte volna el Jane-t, ha Clayton ajkáról hallja a nevét. Most megriadt tőle. Mr. Clayton, mondta nyugodt hangon, és a kezét nyújtotta. Először is hadd köszönjem meg önnek, hogy olyan lovagiasan kitartott drága apám mellett a bajban. Elmesélte, hogy ön milyen nemesen és önfeláldozóan viselkedett. Nem is tudom, hogyan hálálhatnánk meg mindezt önnek. Clayton észrevette, hogy a lány nem viszonozza hasonlóan a bizalmas üdvözlést. Ebből azonban nem vont le messze menő következtetéseket. Annyi mindenem ment keresztül, szegény, gondolta. Gyorsan megértette. Az időpont nem alkalmas arra, hogy rátukmálja szeretetét a lányra. Nem szükséges hálálkodnia, mondta. Számomra nem létezhet nagyobb jutalom annál, mint hogy önt és Porter professzort épségben, egészségben újra együtt láthatom. Azt hiszem, nem sokáig lettem volna képes elnézni némán zokszó nélkül tűrő édesapja fájdalmát, szenvedéseit. Életem legszomorúbb élménye volt ez, Miss Porter. Ez csak súlyosbította a saját fájdalmam, a legnagyobb, amelyet valaha átéltem. De amit ő érzett, az a reménytelen csüggett fájdalom megrendítő látványt nyújtott. Mindörökre megtanultam, hogy semmiféle szeretet, még a férfiak felesége iránti szeretete sem lehet olyan mély, olyan határtalan, olyan önfeláldozó, mint az apának leánya iránt érzett szeretete. A lány lehajtotta a fejét. Kérdezni akart valamit, de ez a kérdés szinte szentségtörésnek tűnt. Látta, mennyire szereti ez a két férfi, és micsoda szenvedéseket álltak ki, miközben ő nevetve és boldogan üldögélt annak az Istenhez hasonló erdei lénynek az oldalán. Pompás gyümölcsöket evett, és szerelmes szemmel nézett a másik szerelmes szemébe. De a szerelem különösen nagy úr, az emberi természet még nála is különösebb. Így aztán a lány mégiscsak előhozakodott a kérdéssel. Hol van az az erdei ember, aki a megmentésünkre indult? Miért nem jön vissza?
Nem értem, mondta Clayton. Kiről beszél? Hát róla, aki mindjárt életét megmentette. Aki kimenekített engem a gorilla karmai közül. Ó, kiáltott fel meglepetten Clayton. Szóval ő volt az, aki önt megmentette? Nem tudhattam, hiszen még nem is mesélt nekem a kalandjáról. Ó, igen, igen, de az az erdei ember, sürgette a lány. Őt nem látta? Amikor lövéseket hallottunk, nagyon elmosódottan, nagyon távolról a dzsungelből magamra hagyott. Épp akkor értünk ide a tisztásra, ő gyorsan elindult arra felé, ahol a harc folyt. Tudom, hogy az önök segítségére akart sietni. Szinte esedező volt a hangja. Magatartásából az elfojtott érzelmek feszültsége sugárzott. Claytonnak fel kellett figyelnie rá, és azon kezdett tűnődni, egyelőre tétován, hogy miért ilyen zaklatott a lány. Miért érdeklődik ilyen élénken annak a különös lénynek a holléte iránt? Aztán mindigább valamilyen fenyegető baj rossz előérzete áradt szét benne. A lelkében, anélkül, hogy tudta volna, gyökeret vert a féltékenység, a gyanakvás. Nem láttuk, felelte nyugodtan. Nem csatlakozott hozzánk. Majd elgondolkodott, és kiszünet után hozzátette. Lehet, hogy a saját törzséhez ment. Azok közé, akik ránk támadtak. Nem tudta, hogy miért mondta ezt, hiszen maga sem hitte. A lány egy pillanatig tágra nyílt szemmel nézett rá. Nem! Kiáltott fel indulatosan. Túlságosan is indulatosan gondolta a férfi. Az nem lehet! Azok vademberek voltak! Clayton zavartan figyelte. Ez az ember egy különös, félig vad teremtménye a dzsungelnek, Miss Porter. Semmit sem tudunk róla. Nem beszél, nem ért egyetlen európai nyelven sem. Ékszerei és fegyverei pedig olyanok, mint amilyeneket a nyugati part vademberei készítenek. Clayton sebesen pergő nyelvvel beszélt. Több száz mérföldes körzetben semmilyen más emberi lény nem él itt, csak vademberek, Miss Porter. Ő is nyilván ahhoz a törzshöz tartozik, amelyik ránk támadt, vagy egy ugyanilyen vad másikhoz. Még az is lehet, hogy emberevő. Jane elfehéredett. Ezt nem hiszem el, mondta félig suttogva. Ez nem igaz, meg fogja látni, fordult ismét Claytonhoz, hogy vissza fog jönni. Be fogja bizonyítani, hogy ön téved. Én jobban ismerem őt. Elmondhatom, hogy igazi úriember. Clayton nemes lelkű és lovagias férfi volt, de az, hogy a lány olyan körömszakadáig védelmezte az erdei embert, esztelen féltékenységet váltott ki belőle. Ezért egy pillanatra megfeledkezett mindarról, amit a vad félistennek köszönhettek, és csúfondáros mosolyjal az alkán válaszolt. Lehet, hogy igaza van, Miss Porter, mondta, de nem hiszem, hogy bármelyikünknek is különösebben aggódnia kellene dögevő ismerősünk miatt. Nagy a valószínűsége annak, hogy egy félbolond hajótöröttel van dolgunk, aki gyorsan, de biztosan el fog felejteni minket. Gyorsabban és nem kevésbé biztosabban, mint mi őt. Hiszen egy dzsungelben élő vadállatról van szó, Miss Porter. A lány nem válaszolt, de érezte, hogy összeszorul a szíve. Tudta, hogy Clayton egyszerűen csak azt mondja ki, amit gondol. Ettől most első alkalommal mérlegre tette magába mindazt, ami hirtelen fellobbant szerelme mellett szólt, és ugyanakkor kritikus szemmel is kezdte vizsgálni a szerelmesét. Megfordult és lassan elindult a kunyhó felé. Megpróbálta elképzelni ezt az erdei istent, amit ott ül mellette egy óceáni árószalonjába. Látta maga előtt, amint kézzel eszik, marcangolja az ételt, mint egy ragadozó állat. Zsíros ujjait combjába törli, megrázkódott. Elképzelte, amint bemutatja őt a barátainak. Milyen bárdulatlan, tanulatlan bugrisalak benyomását keltené. A lány összerezzent a gondolatra. Időközben beért a szobájába. Egyik kezét hevesen hullámzó keblén nyugtatva leült a fűvel és páfránnyal borított ágya szélére. Ujjaival egyszer csak egy kemény tárgyat érintett meg a ruhája alatt. A férfi medallionja volt az. Előhúzta az ékszert, a tenyerébe vette, és egy pillanatra könnybe lábadt szemmel nézegette. Majd felemelte, és ajkához szorította a medáliont. Zokogva a páfrányok közé fúrta az arcát. Fene volt, motyogta. Akkor arra kérem Istent, hagyd legyek én is az. Mert akár ember, akár fene vad, én az övé vagyok. Aznap már nem találkozott többé Claytonnal. Esmeralda vitte be neki a vacsorát is, és azt üzente apjának, hogy most jön ki rajta kalandjának utóhatása. Nem érzi jól magát.
Másnap koraleggel Clayton eltávozott a Darnot hadnagy felkutatására szervezett expedícióval. 200 fegyveres indult útnak. 10 tiszttel, 2 sebésszel, valamint egy hétre elegendő élelemmel vágtak neki az expedíciónak. Takarókat és függőágyakat is vittek magukkal. Utóbbiakat a betegek és a sebesültek szállításához. Elszánt és dühös csapat vágott neki a dzsungelnek, legalább annyira büntető expedíció, mint felmentő sereg. Nem sokkal délután már el is érték azt a helyet, ahol a korábbi expedíció harcba keveredett. Most ismert úton haladtak, és nem fecsérelték keresgélésre idejüket. Innen az elefántcsapás egyenesen Mbonga falujáig vezette őket. 2 óra lehetett, amikor a menetoszlop eleje megállt a tisztás szélén. Charpentier hadnagy, aki most a parancsnok volt, embereinek egy részét haladéktalanul útnak indította a dzsungelen át a falu túlsó végébe. Egy másik különítményt a falu kapuja elé rendelt, ő maga meg a tisztás déli oldalán maradt a többiekkel. A megállapodás úgy szólt, hogy a támadást az a csapat indítja meg, amelyik északon foglal állást. Az ő sortűzük lesz a jel, amerre minden oldalról egyszerre rohanják meg a falut. Ha sikerül, úgy az első neki rugaszkodásra rohammál veszik be. A Charpentier hadnaggyal maradt emberek egy fél órán át lapultak a dzsungel sűrű növényzetébe. Várták a jelet. Úgy érezték, órák teltek el. Látták a benszülötteket a földeken, másokat pedig a falu kapuján kibejárkálni. Végre felhangzott a jel, az éles puskaropogás, és erre válaszul egyszerre dördült el a dzsungelben nyugatról és délről a sortűz. A földeken dolgozó benszülöttek eldobták szerszámaikat. Hanyat homlok rohantak a cölöpkerítés felé. A golyók egymás után kaszálták le őket. A francia tengerészek a mozdulatlan testeken átgázolva egyenesen a falu kapuja felé igyekeztek. A támadás gyorsan és váratlanul indult meg. A fehéreknek sikerült elérniük a kaput, még mielőtt a rémült benszülöttek a hatalmas rudakkal bezárhatták volna. A következő percben a falu utcáját a felismerhetetlenségig összegabajodott, elkeseredett kézitusát vívó fegyveresek árasztották el. A feketék a kapun túl az utca bejáratánál pár percig megvetették a lábukat. A franciák pisztolyai, puskái és rövid tengerészkardjai azonban sorra végeztek a benszülött lándzsásokkal. Egymás után rogytak a földre a fekete íjászok is, még mielőtt íjaikat megfeszíthették volna. A csata hamarosan vadhajtó vadászattá kegyetlen öldöklésé fajult. A francia tengerészek Darno egyenruhájának egyes darabjait pillantották meg némelyik velük szemben álló fekete harcoson. Nem bántották a gyerekeket és azokat az asszonyokat, akiket önvédelemből nem voltak kénytelenek megölni. Amikor végre a harcot abbahagyva, vértől mocskosan és csapzottan megálltak, annak csak az volt az oka, hogy Mbonga vad embereinek falujába egyetlen eleven ellenállást tanúsító harcos sem maradt. Gondosan átkutatták a falu kunyhóit. Darnotnak nyomát sem találták, sehol. Mutogatással próbálták kikérdezni a foglyokat. Végül az egyik matróz, aki korábban francia Kongóban szolgált, rájött, hogy azon a kors nyelven, amelyen a fehérek és a tengerparti primitívebb törzsek szoktak érintkezni egymással, meg tudja értetni magát. Itt sem voltak azonban képesek semmi biztosat megtudni arról, hogy mi lett Darnot sorsa. Társuk hollétét firtató kérdésükre izgatott hadonászás és az arcokra kiülő félelem volt a válasz. Az a meggyőződés alakult ki bennük, hogy mindez az elvetemült fickók bűnösségének bizonyítéka, akik 2 éjszakával korábban lemészárolták és megették bajtársukat. Elszállt minden reményük. Felkészültek arra, hogy éjszakára a falun belül ütnek tábort. A foglyokat 3 kunyhóba terelték össze. Szigorú őrizetet rendeltek melléjük. A bezárt kapukhoz őrszemeket állítottak. A falura ráborult az éjszaka csendje, amelyet csak a halottaikat sírató benszülött asszonyok jajveszékelése zavart meg. Másnap reggel felszedelőcködtek. A menet elindult visszafelé. Eredetileg az volt a szándékuk, hogy felégetik a falut. Aztán elvetették az ötletet. Amikor magukra hagyták a foglyokat, azok sírtak, zokogtak ugyan, de azért volt fedél a fejük fölött, és megmaradt a cölöpkerítés is, amely mögé visszahúzódhattak a dzsungel vadállatai elől. Az expedíció lassan lépkedett visszafelé az előző napi útvonalon. 10 vállon vitt függőágy lassította a menetet.
Nyolcan a súlyosabb sebesültek feküdtek, kettőben pedig a halottak teste himbálózott. Clayton és Charpentier hadnagy képezte a menetoszlop utóvédét. Az angol csendben lépte el a másik mellett, tiszteletbe tartotta annak mély fájdalmát. Clayton akaratlanul is arra gondolt, hogy a francia szívét bizonyára külön gyötri a fájdalom, amiért Darnot oly hiába valóan áldozta fel magát, mint hogy Jane már biztonságban volt, amikor Darnot a vademberek keze közé került. Meg azért is, mert a szolgálat, amelynek során életét veszítette, kívül esett kötelmein. Idegenekért, külföldiekért halt meg. Amikor azonban ezt szóba hozta Charpentier hadnagy előtt, az a fejét rázta. Nem, monszünyer, mondta. Darnot, ha úgy adódik, önként vállalta volna ezt a halált. Csak azt fájlalom, hogy nem halhattam meg helyette. Vagy legalább vele együtt. Kár, hogy nem ismerhette meg őt közelebbről, monszünyer. Ízig-vérig tiszt volt, és úriember. Pedig erre a címre sokkal többen tartanak igény, mint ahányan valóban megérdemlik. Halála nem volt hiába való, mert azzal, hogy életét adta egy ismeretlen amerikai lányért, minket, bajtársait arra tanított, hogy még bátrabban nézzünk szembe végzetünkkel, akármilyen formában leselkedik is ránk. Clayton nem válaszolt, de addig ismeretlen és soha többé el nem halványuló tisztelet ébredt benne a franciák iránt. Elég késő volt már, amikor elérték a tengerparton álló kunyhót. Mielőtt kibukkantak a dzsungelből, egyetlen lövéssel jelezték a táborba, valamint a hajó lévőknek, hogy az expedíció elkésett. Előtte ugyanis úgy egyeztek meg, hogy amikor egy-két mérföldnyire megközelítik a tábort, egy lövéssel tudatják a kudarcot, árommal a sikert. Két lövés pedig azt jelentette volna, hogy sem Darnotnak, sem elrablóinak, a feketéknek nem bukkantak a nyomára. Komor arcok várták hát őket érkezésükkor, és alig néhány szó hangzott el. A halottakat és a sebesülteket vigyázva csónakokba tették, és csendben eleveztek velük a cirkáló felé. Az öt napi fáradtságos dzsungelbeli meneteléstől, meg a feketékkel vívott két csata fáradalmaitól teljesen kimerült Clayton a kunyhó felé indult, hogy harapjon valamit, és a dzsungelbe töltött két éjszaka után végre elnyúljék viszonylag kényelmes fűágyán. A kunyhó ajtajában Jane állt. Mi van a szegény hadnaggyal? Kérdezte. Nem sikerült a nyomára bukkanniuk? Elkéstünk, Miss Porter, felelte a férfi szomorúan. De hát beszéljen már, mi történt? Kérdezte a lány. Képtelen vagyok, Miss Porter. Túl szörnyű história ez. Csak nem azt akarja mondani, hogy megkínozták, suttogta Jane. Azt nem tudjuk, hogy mit tettek vele, mielőtt megölték volna, feleltek Clayton a fáradtságtól és a szegény Darnot miatt jelkínzott arccal. Mielőtt megölték volna. Hogy érti ezt? Csak nem. Csak nem! Arra gondolt, hogy mit mondott Clayton az erdei embernek és ennek a törzsnek a kapcsolatáról. Egyszerűen képtelen volt kiejteni a száján ezt a rettenetes szót. De igen, Miss Porter, ezek kannibálok, mondta a férfi már-már keserűen. Hirtelen neki is eszébe jutott az erdei ember, és az a furcsa, megmagyarázhatatlan féltékenység, amelyet két nappal korábban érzett. Most ismét hatalmába kerítette. Majd hirtelen nyersen kifakadt. Ez Claytonra ugyanúgy nem volt jellemző, mint ahogyan az előzékeny udvariasság nem a majmok sajátja. Amikor az ön erdei isten távozott, bizonyára a lakomára idekezett. Mire a végére ért, már meg is bánta, amit mondott. Pedig nem is tudta, milyen rettenetes sebet üt vele a lány szívén. Azt bánta meg, hogy minden alap nélkül oly hálátlanul viselkedett azzal szemben, aki a társaság minden tagjának megmentette az életét, és soha egyiküket sem bántotta. A lány felkapta a fejét. Erre az állítására, Mr. Clayton, csak egyféle válasz létezik, mondta fagyosan. Sajnálom, hogy nem vagyok férfi, és nem tudok méltóképpen megfelelni önnek. Azzal gyorsan megfordult, és belépett a kunyhóba. Clayton angol volt. Így aztán a lány réges-rég eltűnt a szeme előtt, mire végre rájött, hogy egy férfitől miféle választ kapott volna. Szavamra, mondta szánalmas képpel, hazugnak nevezett. És azt hiszem, meg is érdemeltem, tette hozzá elgondolkodva. Clayton, öreg fiú, tudom, hogy fáradt vagy és feldúlt. Ez azonban még nem ok arra, hogy bolondot csinálj magadból. Legjobb lesz, ha elmész aludni.
Ám mielőtt ezt tette volna, még gyengéden átszólt Jane-nek a vitorlavászon válaszfal túloldalára. Bocsánatot akart kérni, de ennyi erővel akár a szfinxet is szólongathatta volna. Erre írni kezdett egy darab papírra, majd átcsúsztatta a válaszfal alatt. Jane észrevette a kis cédulát. Nem vett róla tudomást, mert nagyon mérges, sértett és megbántott volt. De nő volt. Ezért aztán mégiscsak felvette a földről és elolvasta. Kedves Miss Porter, semmi okom nem volt azt feltételezni, amit mondtam. Egyetlen mentségem az lehet, hogy az idegeim nagyon megviseltek, ami egyáltalán nem mentség. Kérem, próbálja meg úgy tekinteni, mintha semmit sem mondtam volna. Nagyon sajnálom a dolgot, nem akartam megbántani önt a világ minden kincséért sem. Ugye megbocsájt? William Cecil Clayton. Igenis, azt gondolta, másképp nem mondta volna, füstölgött magában a lány. De ez nem lehet igaz, tudom, hogy nem igaz. A levél egyik mondata megijesztette. Nem akartam megbántani önt a világ minden kincséért sem. Egy héttel ezelőtt ez a mondat örömmel töltötte volna el, most nyomasztóan hatott rá. Azt kívánta, bár soha se találkozott volna Claytonnal. Már bánta, hogy egyáltalán megpillantotta ezt az erdei istent. Nem, egyáltalán nem volt boldog. És ott volt még az a másik levél is, amelyet a kunyhó előtt a fűbe talált másnap, hogy visszatért a dzsungelből. Az a szerelmes levél, Tarzan a dzsungel fia aláírással. Ki lehet ez az újabb hódoló? Ha ennek a rettenetes őserdőnek egy másik vadlakója, mi mindenre lesz képes, hogy megkaparintsa? Esmeralda, ébredj! Kiáltotta a lány. Kihozod az embert a sodrából ezzel a békés szúnyókállásoddal, miközben jól tudod, hogy a világ csupa szomorúság. Gabrielle! Sikoltotta Esmeralda és felült. Mi az már megint? Egy hippo-elefantosaurus? Hol van Miss Jane? Ugyan Esmeralda, nincs itt semmi. Feküdj csak vissza. Nem jó, ha alszol, de annál már csak egy rosszabb van, ha ébren vagy. Jól van, anyám, jól. De mi a baj, bogaram? Teljesen szétszórtnak látszik egész este. Jaj, Esmeralda, olyan komisz kedvem van ma, mondta a lány. Ne is figyelj rám. Jól van, aranyom, de most feküdjön le szépen aludni. Teljesen kikészültek az idegei. Ez a sok mindenféle ripocérosz meg emberevő állatfajd, amiről Mr. Philander mesélt. Úristen, hát csoda, hogy mind idegomlást kapunk. Jane nevetve átment a szoba túlsó végébe. Megcsókolta hűséges dajkáját, és jó éjszakát kívánt Esmeraldának.